Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr. Hát ismét itt találkozunk a ház falai között egy olyan vitában, ami alapvetően ugye biztonsági kérdésekről szól, és azon túl, hogy ön a belügyminisztériumnak az államtitkára, a mai napig nem tudom megérteni, hogy mint önkormányzati államtitkár miért ön vesz részt ezeken a vitákon, és nem pedig olyan tagja a kormánynak, aki ezen a biztonsági területen érintett. Annak természetesen örülök, hogy egyáltalán van itt valaki a belügyminisztérium részéről, mert most már sajnos lassan ennek is örülhetünk, de azt hiszem, hogy ez is jól példázza, hogy mennyire veszik komolyan ezeket a javaslatokat. Az, ami most előttünk fekszik törvényjavaslatát, sajnos abszolút nem hű a címéhez, mert hogy amire a címe utal, az egy nagyon is támogatandó cél lenne, mely szerint ugye Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről kellene szóljon ez a javaslat. Ez önmagában még támogatandó is lenne, csak az a baj, hogy megint kiderül a javaslatnak a tartalmából, a magából, a norma szövegből, hogy ez sem Magyarország gazdaságának, sem pedig Magyarország biztonsági érdekeinek nem felel meg. Tehát itt megint arról van szó, hogy olyan gumiszabályokat hoznak létre, aminek egyébként semmilyen részletszabályát nem lehet ismerni. Én most már főleg itt a korábban elhangzottak alapján afelől is kétségem van, és abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán önök tudják, hogy hogyan szeretnék majd, és mivel szeretnék pontosan feltölteni ezt a törvényi keretet. Az viszont egyre inkább biztos, hogy itt megint kizárólag a kormányzati szereplőköz köthető szűk csoportok üzleti érdekei lesznek előtérbe helyezve, és nem pedig Magyarország biztonsága. Ez a törvény lehetett volna egy úgynevezett anti-faraon törvény, ehhez képest lett belőle egy lex faraon, ami lényegében legalizálni fog minden egyes ilyen esetet, amit láttunk az elmúlt években. Tehát még egyszer visszatérve arra, hogy a cél támogatandó lenne, és igenis lenne arra lehetőség, amennyiben önöknek lenne politikai szándéka és akarata, ami sajnos nincsen, hogy ténylegesen összeálljon egy olyan törvényjavaslat, ami azt tartja szem előtt, hogy Magyarországon ne szerezhessen gazdasági befolyást olyan, aki olyan személy vagy olyan érdekcsoport, amely egyébként gazdasági bűncselekményeket vagy más jellegű bűncselekményeket követett el. És nagyon fontos lenne, hogy a stratégiai ágazatokba se gyűrűzhessenek be ilyen érdekcsoportok, ezzel igenis foglalkozni kellene. Ez lehet egyébként azt gondolom, hogy valós kihívás, egyébként látunk erre példákat, amiket pontosan önök valósítanak meg, és itt akkor tényleg sorolhatjuk a Pakstól kezdve Faraonnak az ingatlan vásárlásait, erre majd egy picit bővebben ki fogok térni, de igenis fontos lenne, hogy ezek megoldódjanak, ezek a mostani kiskapuk, amit most már hívhatunk óriási biztonsági lyukaknak Magyarország biztonsági rendszerén, ezek végre bezáruljanak, és legyen egy jól működő szisztéma. Sajnos látszik, hogy nem ez a cél. És hogy mik a problémák ezzel a javaslattal, azon, hogy nem szolgálja azt a célt, amit ugye önök megfogalmaznak. Úgy tűnik, hogy egy szem miniszterhez, akár a belügyminiszterhez fogja telepíteni ezeket a jogosítványokat, vagy pedig ön ugye azt említette a felszólalásában, hogy az ágazati miniszterekhez, tehát úgy látszik, hogy ez sem egy eldöntött tény. Minden esetre valakinek vagy valakiknek túlzott jogosítványai lesznek. Az, hogy mi alapján fognak dönteni, az abszolút nem látszik, tehát teljesen ellenőrizhetetlen lesz, hogy milyen érdekcsoportok éppen önöknél hogyan lobbiznak. Rengeteg visszaélésre is kiskapura ad lehetőséget ez a törvényjavaslat, és itt ugye több dolog is elhangzott, hogyha valakik alacsonyabb tulajdonrészt szereznek, vagy pedig strómanokon keresztül szerzik meg, az számtalan dolog van, amit csak itt most ebben a körülbelül másfél órában a képviselők maguk is felsoroltak, illetve arra az adott egy miniszterre vagy több miniszterre óriási felelősség fog hárulni. Egyébként remélem, hogy tisztában vannak vele, hogy ennek ugye büntetőjogi felelősségi vonzata is van. És hát kérdés az, hogy egyáltalán önök mi alapján döntenek, mi alapján mérlegelnek, majd a miniszterek megálmodják azt, hogy ki fektethet be és ki nem. És hát egyáltalán hol vannak a végrehajtási rendeletek, tehát mi a konkrét elképzelés. Ezekből sajnos semmi nem látszik. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy megint mindent
egy ilyen biztonsági, nemzetbiztonsági köntösbe csomagolnak be, és közben pedig a tartalom az nem szól másról, mint megint csak a miniszterelnöknek és a kormányzati szereplőknek a magán üzleti érdekéről, és egyáltalán nem Magyarország biztonsági, vagy pedig valós gazdasági nemzeti érdekeiről szól ez a javaslat. Arra sincsen semmi garancia, hogy önök nem fognak visszaélni azokkal az információkkal, amikhez hozzájutnak ezeknek az eljárásoknak a során. És mi lenne a megoldás? Tehát, hogy önök tényleg szeretnének valamilyen érdemi javaslatot letenni az asztalra, akkor például a bizottságoknak a szerepét egy olyan törvényben, amely ténylegesen a biztonsági ellenőrzésekről szól, arról, hogy külföldiek és akik bűncselekményt követtek el, ne juthassanak ilyen gazdasági befolyáshoz Magyarországon és stratégiai ágazatokban sem. Ott igenis a parlamenti bizottságoknak is nagyon fontos szerepe kellene legyen, objektív feltételeket kellene meghatározni, és igenis garanciális elemeket. És egy ilyen garanciális elem lenne például az a törvényjavaslat, amit a nemzetbiztonsági törvény módosításaként az LMP nyújtott be, most már egyébként több alkalommal. Ez egy olyan javaslat, amely garanciát adna arra, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzések során, és egyáltalán a nemzetbiztonsági szolgálatok a napi működésük során nem pártpolitikai befolyás alatt végeznék a munkájukat. Erre a magyar emberek kapnának garanciát ennek a javaslatnak az elfogadása esetén, és továbbá megerősítenénk mind a parlamenti ellenőrzésnek a rendszerét, így a Nemzetbiztonsági Bizottságnak is a jogköreit. Ezt paritásos bizottsággá szeretnénk tenni, amely azt jelenti, hogy egyenlő számú kormánypárt és egyenlő számú ellenzéki képviselő vesz részt egy ilyen paritásos bizottságban. Ez garantálna már egy sokkal erősebb ellenőrzést, mint ami most létezik, illetve szükség van egy független szakmai ellenőrző testületnek a létrehozására, amely egy kiváló nemzetközi gyakorlat is, több országban is, egyébként szövetséges országokban is működik ilyen. Ezek olyan garanciális elemek, amelyek ténylegesen biztosítanák a magyar emberek számára, hogy olyan ellenőrzések folyhatnak le, és a titkos szolgálatok úgy dolgoznak, amely tényleg az emberek érdekét szolgálja, és nem pedig pártpolitikai utasításokat hajtanak végre. Most sajnos meg kell jegyezni, hogy egyrészt a biztonsági ellenőrzések egyáltalán nem működnek, másrészt pedig a nemzetbiztonsági szolgálatok teljesen önjáróak lettek. És mi a bizonyíték arra, hogy egyébként nem működnek az ellenőrzések, és arra, hogy ez a törvényjavaslat sem fog semmit megoldani, valamint önök mit akarnak éppen most legalizálni. Én is szeretném idehozni a letelepedési kötvénynek az ügyét, hiszen 20 ezeren szereztek így élethosszig tartó letelepedési engedélyt, és például ennek a törvénynek a kapcsán is felmerül, hogy akkor az Assad rezsim pénzmosó embere, aki konkrétan letelepedési kötvénnyel kapott élethosszig tartó letelepedési engedélyt, akkor például befektethet-e Magyarországon, hiszen itt konkrétan bűnözőről beszélünk. Ez a törvényjavaslat nem úgy néz ki, mintha képes lenne ezt megeltolni. Vagy pedig ott vannak azok az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett bűnözők, akik szintén akár próbálhatnak eszközölni befektetéseket Magyarországon, akár stratégiai ágazatokban is, mégis ezeket hogyan próbálnák kiküszöbölni, hiszen ez a javaslat erre egyáltalán nem alkalmas. Szeretném idehozni Gait Faraonnak az ügyét, aki ugye mind a Postabank székházzal kapcsolatban, mind a Zicsi hadikastélyba való befektetéssel, mind egyébként Orbán Viktor háza melletti telket megvásárolva eszközölt bizonyos úgynevezett befektetéseket Magyarországon. Ugye hát ez nem tisztázott, hogy ez a vagyon hova kerül, hogy mondjuk Orbán Viktor veje is részesül ebből, azt gondolom, hogy ezt majd a jövőben meg fogjuk látni. Minden esetre egy terrorizmus finanszírozásáért is körözött nemzetközi bűnöző fektethetett be. Hát olyannyira, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedő Házzal is, tehát a magyar állammal is közös céget hozott létre ez a bűnöző, és önök ebben sem találtak semmi kivetnivalót. Valamint érdekes lehet, hogy mivel Gait Faraont egyébként Zaid Naffa jordán tiszteletbeli konzul, aki úgy mellesleg megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon két alkalommal is, ő hozta ide Magyarországra, segítkezett abban, egyébként a magyar hatóságokkal karöltve, hogy idejöhessem,
És hát felmerül a kérdés, hogy hány befektető áll még sorba Zaid Naffánál, sorszámot tépve, hogy ide jöhessenek Magyarországra, és részt vehessenek mindenféle befektetésekben, esetleg még akár stratégiai ágazatokban is, és tekintve, hogy a belügyminiszter maga is kiemelte, hogy Zaid Naffának egyébként maga a kapcsolatrendszere is nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Kérdés, hogy mondjuk ez a törvényjavaslat erre megoldást kínál-e, hát most mondom önnek, államtitkár úr, hogy egyáltalán nem, pedig ezeket az eseteket kellene megoldani és kiküszöbölni. És még egy ügyet szeretnék idehozni, amit amennyiben ezt a törvényjavaslatot így átnyomják a parlamenten, ahogy egyébként azt szokták az ellenzéki kritikák ellenére is, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy felül fogják-e például vizsgálni a stadionok irodaháznak az ügyét. Ugyanis a stadionok irodaházat, ami a stadionok metró megálló fölött helyezkedik el közvetlenül, ezt eladták, mégpedig egy izraeli grúz üzletemberhez vezethető és az ő tulajdonában álló offshore céghálózatnak, tehát külföldi tulajdonba került ez az irodaház, és abszolút ellenőrizhetetlen cégháló áll a háta mögött. Egyébként pedig annyi információt lehet tudni erről az üzletemberről, hogy Habony úrnak nagyon-nagyon jó barátja is érintett a letelepedési kötvények ügyében is. Itt egyébként külön felhívnám a belügyminisztérium figyelmét, bár ebben már volt egy csörténk a miniszter úrral, hogy a stadionok irodaház külföldi kézbe adása az nagyon súlyos nemzetbiztonsági kockázat, hiszen kritikus infrastruktúráról beszélünk, duplán is. Egyrészt a kettes metróvonal az ugye óvóhelyként is funkcionál, a másik pedig, hogy alapvető közszolgáltatásnak minősül. Tehát amennyiben így ebben a formában elfogadják a törvényjavaslatot, ami számunkra elfogadhatatlan, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy például ezekben az esetekben tesznek-e konkrét lépéseket. Máskülönben egyébként annyi rajzolódik ki erről a törvényről, hogy nem célja megint csak a kormánynak az, hogy érdemi lépéseket tegyen a magyar gazdaság és a magyar emberek biztonsága érdekében, hanem egyetlen egy célja van, hogy olyan gumiszabályokat alkosson, amiben a szűk csoport érdekek, kormányzati, üzleti körök tudnak jól járni, és úgy csűrni, csavarni a szabályokat éppen egy-egy adott ügyre, ahogy azt gondolják. Szeretném ismét fölhívni a figyelmét államtitkár úrnak is, hogy igenis nagy felelősséget fog a nyakába venni mindegyik miniszter, aki ebben részt vesz, és amennyiben nem módosítanak ezen a törvényen, nagyon úgy néz ki, hogy nem fognak, és ez a felelősség igen, ki fog terjedni a büntetőjogi felelősségre is. Úgyhogy az LMP nem tudja támogatni ezt a törvényt. Köszönöm.